Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, még a szirénák is megszólaltak, szinte érezték, hogy tele szemmel a riportalanyom. Nagy szeretettel köszöntöm Németh Zoltán, csak így, hogy Vasváriba, hogy ismernek a vasvári tűzoltó parancsnokot, és a beszélgetésünknek a tárgya, hogy megvolt a szokásos évi közgyűlésetek, és most erről beszélgetünk rólatok, tűzoltókról, tűzoltók munkájáról. Hát a fontossága és a szerep azt hiszem mindenki számára egyértelmű. Így van, köszöntöm én is a nézőket. Tehát a múlt héten megtartottuk az éves értékelő közgyűlésünket, amit minden évben meg szoktunk tartani. A jogszabályi előírás, hogy ezt nekünk meg kell tartani. Ilyenkor meghívjuk a társszervek képviselőit, illetve az előjárókat a megyei igazgatóságtól, Nyíregyházi Hajdonállási Tűzoltóságtól, és ugye ott előttük adunk számot az elmúlt évben végzett tevékenységünkről. Gondolom volt miről, hiszen hát sokszor hallhatta a lakosság is, amikor szirénázva ment a tűzoltó, hát nem a kávéházba mentetek éppen. Így van. Fagyizni. Tehát a 2023-as évben 226 esemény volt, amihez ki kellett vonulnunk. Ez mondhatni, hogy ez egy átlagos szám. Tehát általában itt között, tehát ilyen 200 és 250 között szokott lenni az átlagos vonulás számunk, ami megyei szinten is úgy mondom, megyei szinten is elég magas. Tehát a közgyűlésen el is mondta ott a nyíregyházi tűzoltósági felügyelő úr, hogy van a megyében olyan hivatásos tűzoltóság, amelyiknek nincs ennyi vonulása egy évben. Tehát elég sok munkánk van, mondhatjuk így is. És ezt hogy osztok el? Nyilván nem úgy, hogy most 265 nap vagy amennyit mondtál, tehát hogy minden napra van egy, hanem van olyan, hogy egy napra van esetleg 2-3, vagy van olyan 2-3 nap, amikor abszolút nincs ilyen? Így van. Tehát ez minden évben olyan ciklikusan változik, tehát kezdődik, amikor több esemény van, a március, február vége, március eleje, amikor Kezdődik a szárazság, így van, a szárazfű, avar tüzekkel kezdődik. Aztán ilyenkor április-május környékére mindig egy kicsit csökken. Aztán utána nyáron megint, mikor jön a szárazság, akkor megint emelkedik. Ugye akkor is sajnos ezek a száraz fű, avar tüzekkel. Aztán ez tart megint ősz elejéig, és akkor utána a tél vége, vagy tél kezdetével már megint akkor csökkennek a számok, ez mindig így van, megvan ez a ciklikussága. Illetve még van nyáron, ugye, amikor az ivatarok, viharok után, ugye a fakidőlések, faág leszakadások, ugye ez szokott még lenni, ami én több feladatot ad a tűzoltók. Zoli, a fűtési szezon mennyire dobja meg a kivonulásotok számát, hiszen sok helyen gondolok itt arra, hogy nem tisztítják rendesen a kéményeket. De igen, még annyi, hogy kapcsolatban állunk a megyei katasztrófavédelemmel, mindig kapjuk tőlük a jelentéseket, és például megdöbbentő volt számomra, hogy csak az első negyedében az idén hány olyan helyre mentek ki, ahol füstmérgezéses gyanú, illetve nem csak gyanú, hanem ez volt is, vagy szénmonoxid mérgezés fennállása is. Nem tudom, a mi területünkre ez mennyire jellemző? Hát azt mondhatjuk, hogy annyira nem jellemző. Tehát az elmúlt évben is, meg az idején is, ugye már lassan végig kimegyünk a fűtési időszakból, tehát összesen ilyen 4-5 alkalom volt, amikor kéménytűzhöz kellett riasztani az egységet, vagy pedig szénmonoxid mérgezés, ugye ez a másik, ami a veszélye. Nem megfelelően karbantartott kéményeknek, ugye, hogy szénmonoxid is visszaszivároghat a házba, de nem jellemző szerencsére, hogy nálunk ilyen sok gond lenne ezzel. Te emlékszel arra, hogy volt ilyen a közelmúltban, hogy haláleset például szénmonoxid mérgezésből adódóan? Hát egy pár éve volt Tiszalökön. Hát mondjuk annak is már, vagy 5 éve. 5 éve akkor volt Tiszalökön, de ez nem is kémény volt, hanem ugye ez a palackos gázzal működő úgynevezett siesta. Hát az meg ezt jelmezők az volt, figyelni. Az volt a betéve, nekik ketten voltak, egy pár, egy idősebb férfi és egy nő, akik azzal fűtöttek magukra éjszaka, és akkor reggel már nem keltek fel. Jaj. Borzasztó lehet. Na, terjünk vissza a statisztikához. Ugye elmondtad, hogy kivonulások száma.
meg hogy amikor elkezdődik ez a szárazabb időszak, akkor gyakrabban mentek. Mi az általános jellemző, hát a tűzeseteket nézve, ami leginkább, tehát amikor mit gondolok itt, hogy lakástűz, avartűz, vagy éppen mi? Hát ez teljesen 90%-ban mondhatom, hogy az avartűzek, tehát a szabadtéri tüzeknek a száma az borzasztó magas nekünk sajnos. Hát most elmondhatom, hogy a két vége a városnak. Uh-huh. Tehát a Bűdi és a Majorosi rész az, ahol élen járnak ebbe, hogy... Mondhatjuk, hogy ez nem véletlen? Biztosan 100%-ra mondhatom, hogy ezek nem véletlen, hanem ezt emberi, tudatos emberi tevékenység. Tehát nem az, hogy gondotlan. Előfordul az is, hogy égeti otthon a gazd az udvarán, és akkor elmegy tőle, de a nagy része ezt tudatosan meggyújtja, hogy vagy azért, hogy szórakozzon, hogy lássa, hogy jönnek a tűzoltók, meg ott látja a tüzet. Végre valami mozgat. Vagy pedig azért, hogy az udvarán, illetve a környékén, ugye ott elég rendezetlen porták is vannak, hogy megpróbálja eltüntetni onnan azt a dzsumbújt, és azért meggyújtja, de ezek túlnyomó része bent, portán belül, vagy portán kívül szabad területen? Ez inkább portán kívül szabad területen vannak. De... És ezzel sajnos az önkormányzattal körültve próbálunk, meg a katasztrófavédelemmel körültve próbálunk küzdeni ellene, hogy ezeknek a számát csökkentsük, hát kisebb-nagyobb sikerrel sajnos. Tehát ugye az idén, mivel csapadékosabb tavaszunk volt, ezért nem kellett sokszor, de ugye még nem tudjuk, hogy mit hoz a nyár, meg az ősz, de 2022-ben akkor a tavasz is borzasztó száraz volt, illetve utána emlékezhetünk, akkor volt az aszályos nyár, hogy gyakorlatilag szinte egész nyáron nem esett az eső. Biztos emlékszik rá mindenki 2 évvel ezelőtt. Igen. És akkor nyáron is megállás nélkül szinte mentek a fiúk. Tehát az meglátszott a statisztikán is, mert ott 300 feletti volt az éves vonulásszám a 2022-ben. És hát nagyon sok gondot okoz nekünk az igazság ez a fajta emberi felelőtlenség. Mit tudtok csinálni, akkor kimentek, és akkor vízzel? Így van, abban... vízzel, kézi szerszámokkal lehet tudjuk csapkodni. Próbáljuk mondani az ott lakóknak, hogy ne gyújtogassák meg, de sajnos nem nagyon tudjuk őket. Hogy belegondolva, hogyha megfordul a széljárás, és pont a háza felé viszi, akkor mi van? Hát akkor utána ő fog a legjobban kiabálni, hogy olcsátok el a házamat. A ténykedéseteket látjuk, hiszen minden évben mi is készítünk veletek beszélgetést, illetve az újságban is olvasható. Hogyan látod, hogy milyen a megítélésetek például egy megyei parancsnoki szemmel, vagy felső vezetői szemmel? Hát a közgyűlésen is elhangzott az előjáróktól, hogy itt a szakmai munka az kiváló. Hát ők így szokták értékelni, tehát ők kiválóra értékelik a szakmai munkát. Hát ugye ez tevődik össze ezekből, hogy a kivonulásokat milyen színvonalon hajtjuk végre, tehát amikor kimegyünk, akkor nincsen utána semmi probléma. Illetve ugye az ellenőrzések, hát már most kevesebb, de volt régebben, amikor heti szinten ott voltak nálunk ellenőrizni az állománynak a felkészültségét, de ez még most is azért ilyen évi 6-7 alkalommal előfordul. És a tavaly... Váratlanul megjelennek, és akkor aki éppen ott van, annak a felkészültségét ellenőrzik kérdésekkel, tehát ugye gyakorlati feladatokat kell nekik végrehajtani ott bent a laktanyába. Ugye ez általában hiányosság nélkül szokták abszolválni a fiúk, és ezért is mondják azt, hogy kiváló szakmai munka, illetve az idén volt, most február elején, márciusban jött átfogó ellenőrzést tartott a megyei igazgatóság, tehát ugye ők a felügyeleti szerv, akkor ők ott átfogó, tehát minden, kezdve a gazdálkodástól, a szakmai munka, tehát mindent néztek, és ott is hiányosságmentes jegyzőkönyv készült, tehát ezekből elmondható, hogy kiválóra szokták értékelni a munkánkat. Ha már szóba került az állomány, mindig felhozom, hiszen fel kell hozni, hogy nem vagytok túl fizetve. Hát a tűzoltói fizetés az, ami nem igen vonzó a srácok számára. Mennyire sikerül megtartani az állományt, vagy mekkora a mozgás, a fluktuáció? Most az utóbbi években egy picit visszaesett, tehát már volt előtte olyan év, amikor évente 4-5-en is
gondolták úgy, hogy máshol próbálják ki a szerencséjüket, és ugye akkor a helyüket fel kellett tölteni. De most az utóbbi években, tehát évente egy-két ember azért előfordul, de most elmondható, hogy sikerült egy kicsit stabilizálni az állományt. Tehát próbálom a benti a laktanyába tartózkodás során is próbálom azt, hogy nem rugdosom őket egyfolytába, hogy csináld ezt, meg csináld azt, hanem kötelezően meg kell, tehát a kiképzés, oktatás, meg kell nekik minden nap tartani, azt megcsinálják, és akkor utána én szoktam hagyni a pihenő idejükön, hogy pihenjenek nyugodtan. Ugye ezzel is próbálva az, hogy megtartsuk őket, hogy ne legyen az, hogy itt ilyen vasszigorral irányítom őket, illetve ugye az anyagi helyzetünk, és most egy picit stabilizálódni látszik, kicsit jobb a helyzet, és ugye hát már most a fizetéseket is próbáljuk oda emelni, hogy még a versenyszférát nem éri el, de hát nem az... Mert arra akarok kitérni, hogy milyen a támogatásatok innen, onnan, országosan, önkormányzati szinten, bárhonnan. Hát az országos normatív állami támogatás az utóbbi években mindig emeltek rajta egy kicsit. Ott előtte 2012-től 18-ig gyakorlatilag ugyanannyit kaptunk éveken keresztül. Most az utóbbi 3-4 évben minden évben emelnek valamennyit rajta. Az önkormányzat is minden évben emel rajta. Tehát ez se volt így. Tehát a 2012, tehát ugye megint azt mondom, 12-től 18-ig se az állami, se az önkormányzati támogatás nem emelkedett. Éveken keresztül úgy kellett megoldanunk a finanszírozást, hogy nem emelték a támogatáson, és akkor hát onnan szerezzük elő, hogy ez volt a gondunk. De most az utóbbi 4 évben, minden évben az önkormányzat is emel a támogatáson, illetve az állam is emel, illetve ugye nekünk még az alkaloida is ad, hát ő nem támogatás, hanem szolgáltatási díjat, ugye mi látjuk el a létesítményi tűzoltósági feladatokat ott. És ebből a háromból tudjuk finanszírozni úgy, hogy minden évben sakkozni kell rajta sokat, minden évben sokat kell, de meg tudjuk oldani. Tehát mindig az év végére kijön úgy, hogy jó legyen. Olvasom az újságban, elég sokszor benne van, hogy itt-ottam ott különféle tűzoltó versenyek, lépcsőmászó verseny, meg mi egymás. Most így, ha megnézzük a mi fiainkat, hol álltok megyei szinten, hova tudod besorolni? Hát ugye van szokott lenni, hogy minden évben megrendezik a megyei tűzoltó versenyt, ugye ez csapatverseny, ami volt itt 2016-ban itt csináltuk Tiszavasváriban, ugye minden évben más helyszínen. Ott mindig egy első-második helyeket el szoktuk hozni, illetve az ilyen tűzoltó erő sportversenyekre is szoktak a fiúk, tehát ugye a lépcsőfutó, mondjuk most pont a lépcsőfutó versenyen nem volt senki, de azért nem, mert akik szoktak oda menni, azok most másra készülnek, holnap után szombaton, ugye május 4-e Flórián nap, a tűzoltó védőszentjének a napja. Nyíregyházán lesz egy ünnepség pénteken, tehát egy hivatalos része, szombaton pedig a Kossuth téren lesz egy ilyen családi napszerű, tehát ott lesz majd tűzoltó bemutató, tehát a nyíregyházi tűzoltók bemutatót fognak tartani, illetve szerveztek egy tűzoltó erő sportversenyt, tehát ahol az elő és az erő és az állóképességnek a lesz a legfőbb szempontja, hogy ki tudja ezt a pályát majd végigcsinálni, és de 4 fiú is megy tőlünk, tehát elég szép. Lehet sorolni őket? Hogy ki megy? Aha. Persze, hát a Gulyás László, Nagy Béla, Újvári Zoltán és a Szabó József. Tehát így mennek 4-en, 4 fiú. Úrnak most el kell végen. Így van, tehát hát elég régen, mióta már kihirdetésre került. Valamikor ott év elején, azóta ők kihívás a fiúknak? Persze, nehéz. Tehát minden szolgálatban lévő napon muszáj nekik rá gyakorolni, ugye megvan, hogy mit fognak csinálni. Tehát ugye olyat kell elképzelni, hogy lesz egy ilyen mobil állvány, ilyen lépcső felfelé, és akkor azon gyakorlatilag egy ilyen 2 emeletet fel kell nekik szaladni. Ott fent lesz egy kötél, a kötélnek a végén lent van 2 darab tömlő, amit fel kell majd húzni nekik. Utána onnan lejönnek, lesz kirakva egy autó, amit kötéllel el kell nekik húzni meghatározott távolságra. Utána lesz egy 80 kilós bábúja, ami egy embert fog
Imitálni azt, azt is arrébb kell mozgatni. Uh-huh. Tehát az egy 80 kiló, nem egyszerű, egy tehetetlen 80 kilós testet arrébb húzni. Utána van benne még egy füstketrec, meg hívják, tehát ugye ott egy ilyen akadálypályát kell. Tehát egy ketrecben van, tehát szűk mozgástér uh-huh. van, és ott egy ilyen akadálypályát kell leküzdeni. Legalább gázálló ez van? Hát persze, természetesen. Tehát ez a légzőkészülék használatával. Na, hogy csak egyszerűsítsék a helyzetet, nagyon nehéz benne levegőt venni. Így van, így van. Tehát ilyen feladataik lesznek, uh-huh. és ugye ez időre megy, aki a leggyorsabb, az fog nyerni. Úgyhogy természetesen, ha bárki érdeklődő szeretne, akkor Nyíregyházán szombaton délelőtt kezdődnek ott a programok, tehát a gyerekeknek is lesz tehát bemutató, minden ilyesmi. Nem csináltuk róla felvételeket, szívesen közreadnánk. Ilyen amatőr videófelvételek, vagy bármi. Megoldható. Meg eredményhirdetés, ilyesmi. Főleg meg, ha tényleg a fiúknak sikerül is elhozni helyezést, akkor meg számoljunk már, mert büszkén róla, úgy gondolom. Zoli, mi az, amiről még nem beszéltünk, és úgy gondolod, hogy feltétlenül a nézőkkel szeretnéd tudatni? Hát szerintem kiveséztünk mindent, én úgy gondolom. Egyébet szerintem nem tudom, hogy ha még esetleg kérdésed van, akkor szívesen. Hát annyi, hogy álltok állományban, tehát az, hogy van-e most felvétel, vagy éppen most megvan a csapat. Csak azért, hogyha valaki látja ezt a beszélgetést. Hát most egy státusz szabad. Aha. Egy státuszunk szabad. Hát ha valaki, az, úgy, hogyha gondolja, valaki akkor... úgy gondolja, akkor lehet jelentkezni, főleg fiatalokra számítunk, mert ugye a felvételi követelmény az, illetve nem a felvételi, hanem az, hogy valaki tűzoltó legyen, ugye egy tanfolyamot el kell végezni, uh-huh. és ez már egy ideje úgy van, hogy Budapesten van a tanfolyam. Bentlakásos? Bentlakásos. Akkor itt egy családtól távol. Tehát ezért mondom, hogy ez inkább a fiataloknak uh-huh. lehet, akinek még nincs elkötelezve. Ez egy 4 hónapos, tehát nem olyan nagy idő, de bentlakásos, uh-huh. és csak Budapesten. Tehát volt 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor megcsinálták úgy, hogy kihelyezték megyeszékhelyekre, sokszor volt, hogy Nyíregyházán vagy Debrecenbe kellett a fiúknak elmenni. Uh-huh. Tehát ugye oda el is el kellett menni minden nap 8 órás tanfolyam volt, de legalább minden nap itthon volt. De már most már csak Budapesten, a BM-kok telephelyén, tehát csak ott lehet megszervezni. De ha valaki igazán szeretné, akkor ezt szerintem nem rántorítja el. Na hát itt a lehetőség. Na hát először is nagyon szépen köszönjük a munkátokat, így végszóként. Másodszor pedig hát minél kevesebbet, és minél, antiesemény dús, tehát hogy ha vonulni is kell, akkor lehetőleg ne olyan helyre, ahol haláleset vagy komolyabb ilyen égéses jellegű dolog történik. Úgyhogy még egyszer köszönjük a lakosság nevében egyáltalán, hogy vagytok. Köszönjük szépen. Hajrá, hajrá! Így van, kintről is kapunk. Buzdítás, szurkolás, hajrá fiúk! Már egyre melegebb az idő, de bírni kell. Meg kell kerülni azt a gólját, és úgy lerakni szabályosan a helyére. Közben a fiúgye végrehajtotta a versenyt, menjen evédelni. Aki pedig még nem versenyzett, az még ebéd előtt, még ugyan egy kékor tizet hírhatáljon. Újvári Zoli óriási tempó diktál. Óvatosan. Akár csúszda is válhat abból a lépcső. Karból. És már a nyíregyházi Trabant el is indult. A nyírbátori Trabant várja Miklóst, aki már közeledik. És mindjárt el is indítja. Zoltán már a légzőkészüléket teszi a hátára, és kapja a buzdítást, a szurkolást. De már Miklós is behúzta a nyírbátori Trabantot, és már ő is indulhat teljes légzésvédelembe. Most folytathassa teljes légzésvédelembe a társmentési feladatot. Lassan készülődik egy műszaki mentési bemutató majd a Városháza előtt, a Nyíregyházi tűzoltó
nem sokára el fognak kezdeni egy műszaki rendési bemutatót is. Így, ahogy közeledünk a verseny végéhez. Zoli nagyon nagy tempó diktálván, ott van a ketrecben. Ez már azért könnyebb feladat, mint a bábó húzása, de már Miklós is ott van. Kis-Sziget önkéntes tűzoltó egyesületétől. És nem állnak meg, mennek tovább. Zoli óriási tempó diktál. A fenne akarja Renkózsán át. Nagyon jó, ez igen. És már ott az a Stockholm, gyorsan. Gratulálunk.